Ismét tüntettek Bécsben a kötelező védőoltás bevezetése ellen. Az intézkedésről jövő héten tárgyal a parlament. A járvány kitörése óta pénteken regisztrálták a legtöbb új megbetegedést Ausztriában. Egy nap alatt 17 ezer ember szervezetében mutatták ki a kórokozót. A legfertőzöttebb területeken, így a sí központok többségében is szigorítottak a maszkviselési szabályokon. Több ezeren vonultak utcára Bécsben szombaton, az oltás ellenesek hétvégi tüntetései rendszeresek, amióta az osztrák kormány bejelentette, hogy februártól 14 éves kor felett mindenkinek fel kell vennie a koronavírus elleni vakcinát. Ha a javaslatot jövő héten elfogadja a parlament, akkor Európában az osztrákoknál lesz a legszigorúbb oltási szabályozás. Közben a kancellár, aki szombaton hagyhatta el a karantént, a járványügyi szabályok betartására kérte a tüntetőket. A megmozduláson ugyanis sokan nem viseltek maszkot. A gyülekezési jog az egyik legfontosabb alapjog alkotmányunkban, a rendőrség pedig védi ezt a jogot. Nagy köszönet minden rendőrnek, aki jelenleg szolgálatot teljesít, ami sokszor nem könnyű. Fontos, hogy a tüntetéseken és más gyülekezéseken figyeljünk egymásra, és mindenki viseljen maszkot, mert az Omikron sokkal fertőzőbb, mint a Delta változat, nyilatkozta Karl Nehammer. A politikus szervezetében több mint egy hete mutatták ki a koronavírust, de végig tünetmentes maradt, és otthonából látta el hivatali teendőit. Szombaton negatív vírustesztel ért véget a házi karanténja. A fertőzés terjedésével most leginkább a sí központoknak kell megküzdeni. Sok téli üdülőhelyen, például a tiroli Isgülben már kültéren is kötelező maszkot viselni. Ha a biztonságunk érdekében van, akkor miért ne hordjunk maszkot? Nekem nem okoz gondot, így legalább minden nyitva lehet, és a biztonság az első, vélekedett egy román turista. A sípályák zavartalanul működhetnek, illetve a szállodák és az éttermek is fogadhatnak beoltott vagy a betegségből felgyógyult vendégeket. Azonban a bárok és szórakozóhelyek nem nyithatnak ki, este 10 órától pedig minden vendéglátóhelynek be kell zárnia. A vendéglátóiparban sokat veszítünk a forgalomból az előrehozott zárási idő miatt. Régebben este 11-ig nyitva lehettünk, ami még elfogadható volt. Most szigorúbbak a szabályok, mint egy bentlakásos iskolában, mondta egy szálloda tulajdonos. A korlátozások ellenére a mostani szezon nem annyira rossz, mint a tavalyi. Isülbe is visszatértek a turisták, pedig jelentősen megcsappant a számuk, miután a település a járvány egyik első gócpontja volt Európában. A helyiek hírnevük javítása érdekében tömegesen kérték a vakcinát, így Ausztriában most itt az egyik legmagasabb az átoltottság. Azonban újabb visszaesést okozhat az idegenforgalomban, ha elmaradnak a nagyszámban érkező német turisták. Németország ugyanis vasárnaptól a fokozott járványügyi kockázatot jelentő országok közé sorolta Ausztriát.